Különleges nap van ma, mert két Európai Uniós miniszterelnököt is meghallgattunk, és két élesen különböző értékrend feszül egymásnak, ezek között kell majd választani gyakorlatilag e két értékrend között 2019 májusában az európai polgároknak. A valamikor jobb napokat látott Tsipras görög miniszterelnök volt itt ma délelőtt, akit ugye térdre kényszerített az Európai Unió, és a jelenlévők többségének ugye nagy örömére sorolta a címszavakat, amiket az Unió hallani akart, mi is történt az ő országában, a tömeges migráció befogadása, mecsetépítések, az azonos neműek házasságának az engedélyezése, és ugyebár nem utolsó sorban a nemzeti kincseknek a privatizálása, külföldi bankok gazdagítása. Mi magyarok a nemzetközi valuta alapot hazaküldtük, a migrációt megakadályoztuk, nemet mondtunk a tömeges migrációra, megvédtük a saját határainkat, megvédtük Európa határait, óvjuk és védjük a keresztény európai gyökereket és értékeket. Még egyszer mondom, 2019 májusában itt lesz a választási lehetőség, melyik értékrendet kívánja Európa. Köszönöm szépen!